ezek az örlőkések, kések, és azért hívjuk örlőkéseknek, mert hogy itt nagyon sok kés van egymás mellett. És ezért nem jó a daráló, az egy, mm. egy, egy is daráló, mert az egyféleképpen vágja, ez az örli. Igen, találkozunk is ezzel a jelenséggel a vágónál, hogy a, a, a a fele túl finom lesz a kávénak, a többi Kon... meg szemcses marad. A konzisz konzisztencia az egy varázsszó a mi szakmánkban, minden ezen múlik. A baristaság az egy dolog, tehát maga a presszó kávékészítés. De például ilyen szempontból szétbontjuk a presszó kávékészítést, a filter kávékészítést, a kávépörközést, a szenzori készségeket, tehát hogy nagyon hogy hogyan tudod érzékelni az ízeket, az aromákat a kávéban, hogyan állítasz össze egy kávéblendet. Hmm. hiszen ez is egy érdekes dolog, hogy melyik a jó kávé, melyik a jó szemes kávé, mit, mit vegyünk meg a boltból, kidönti ezt el. vendéglátás mindig a vendégnek van igaza, a pincérek, stb. ők a legnyugodtabb, higgadtabb emberek a világon, el kell viselni ilyen naponta több száz ilyen bármilyen kéfura kérést is, hiszen ez a dolga, hát ezért kapja a fizetést, és azért még oda, mert téged szolgálnak ki is nagy. Ez nagyon helyes, ez a vendéglátás. És sok barista például ezt elfelejti egyébként. Nagyon sok barista jelenleg azért ezt el, ez, hogy mondjam, azt mondja, hogy majd ő majd kioktat téged. De hogy történetileg azért ez mégiscsak egy vendéglátásról szól teljesen más, amikor egy németországi kér egy regulár kávét, vagy egy csehországi, uh -huh. vagy egy izraeli. Teljesen, hiszen más a, a más szokásban. És akkor még ez is tisztában kell lennetek, hogy... Jó, a jó vendéglátus ezzel tisztában van, és úgy tereli utána a beszélgetést, hogy tudja, melyik ital felé kellene terelni, hogy elégedett legyen a vevő. Ne, az, ne úgy menje már el, hogy ne, vagy, -e ki, vagy csak, nem ezt kértem. A kopilovák megérdemli, hogy ne beszéljünk róla, hogy elfelejtsük, hogy ez, ez egy a világ egy, egy félreértés, egy, egy marketing fogás, ami nem jó sem a kávénak, sem a macskának, sem neked. Nem a kávé fog eltűnni, mert erről sokat lehet hallani, el akár nem fog tudni a kávé, viszont a, a, az éghajlatváltozás miatt ez a kávé jöv, amiről szoktak így sokat lehet hallani, ugye ez, ez feljebb tódik egész egyszerűen, tódik feljebb, és ezért van az, hogy azok a vidékek, ahol hagyományosan olcsó és nagyon sok robusztát állítottak elő, azok is szépen eltűnnek, mert az, onnan a fejjel kezd az az ég. Például ott van a csibó, ott van az edusó, stb., akik szépen elkezdtek felfelé lépkedni, és van olyan 25 ezer forintos kilós kávéjai is vannak, ami azért, hát vagyunk be, eddig nem ez volt a... a, a, a elkezdenek arra a cégek de arra is, arra is lőni elkezdenek. És mert az van tényleg, hogy eddig vettél egy kávét 2000 forint, én megszóltott, hogy ez 2000 forint egy kiló kávé, volt ilyen magyar termék, és akkor most hirtelen az 3000 forint lesz, ez az hogy 50%-os áremelkedés.